hogy szín ez a tű, úgy telik a vászon, kopik a türelem, hagyom, hogy fájjon. Ez a HCV-ink. Ebben a sorozatban bemutatjuk nektek, hogy birkozóink tetoválásokkal gazdagodnak. Mesztelen testből leszállom a börtön. Hiába szürke a valóság. A Green Scale szalomban voltam, Kucián Ritánál, és igazából azért mentem hozzá, illetve próbáltam ki, hogy ez helyes kifejezés, mert Ikaruszon és Viktórián is láttam a munkáit, és nagyon megtetszett a stílus, amiben dolgozik, ezért gondoltam, akkor Kucu neki. Nem jelképes semmit a minta, ez egy valahol engem ábrázoló Disney hercegnő, és rajta van a kis cicám, aki kopasz teljesen, meg a papagájom. Ami, az ötlet amúgy onnan jött, hogy kaptam egyszer egy pólót, ami hasonló motivumokból álló Disney-s hercegnős póló, és nagyon megtetszett az egész minta, meg ahogy a stílus, ahogy meg van rajzolva, közé kicsit Rita átalakította nekem. Nem volt semmiképpen jó érzés. A kontúr része azt szerintem sima volt, ott gyorsan végeztünk vele. A második alkalom volt szerintem a legrosszabb, összesen 3 alkalommal voltam. A második volt a legrosszabb, főleg mikor a belső combomat a satírozást satírozta még egyszer, ott azt hittem, hogy fogok. És sikit fogadítottam, és megfogadtam, hogy soha többet nem lett a tetoválásom, ami természetesen nem igaz. Terve van a következő? Természetesen. Ki fogja csinálni? Szerintem a következő tetoválást egy Art Akasha nevezetű tetováló hölgy fogja csinálni. Ő csinálta az előző tetoválásaimat is. Szóval igen, azt pedig ide szeretném majd. Igen. És utána? Utána szeretnék majd a másik kezemre is, meg majd a másik lábfejemre, hogy kicsit ilyen szimmetrikus legyen, de mégse ugyanolyan. Egyelőre ennyi. Nyilván rengeteg ötletem van, de ez a kettő már kettő-három a fejemben van, hogy pontosan mit is szeretnék. Ez most kicsit nem tetoválás, de beszélgessünk arról, ami az orrodban van. Hogy született meg, és milyen érzés volt? Ezt nagyon régóta szerettem volna, csak mindig nyuszi voltam megcsináltatni. Most már érted miért? Most már értem miért, mert rettenetesen nagyon fájt, és most majdnem csúnyát mondtam. Azt hittem, hogy majd ilyen érzéstelenítés, és akkor teljesen jó lesz, és sima. Az úriember fogta, megcsipeszelte az orromat, és átbökte. És akkor így ennyi volt az érzéstelenítés. Nem mondom, hogy soha többet, de ez most egy nagyon intenzív élmény volt, szóval most egy ideig pihentetem a lemészőtest részeimet az ilyen böködésekkel, meg szurkálásokkal. Szóval ja, nagyon fájt van, de csináljátok. Mindenképpen kérjetek fájdalomcsillapítást és érzéstelenítést. Ne legyetek olyan birkák, mint én, de szerintem ettől csak több lesz az ember, és sokkal inkább tágítja a fájdalom küszöbét az embernek. Én most már nem tudom azt mondani, hogy ja, fáj, és akkor mi van. A katéterezés is nagyon fáj, de ez még rosszabb volt.